A tábitáz nekünk abban tud segíteni, ugye neki, ezt már biztos tudják, hogy két részlege van, az egyik a családsegítés, amit mi is igénybe veszünk. Ez borzasztó jó dolog, mert nekünk van még a Bálinton kívül három egészséges gyerekünk, tehát ők négyen vannak, és hát Bálint, mivel már azért 14 éves, nehezebb vinni, súlya is nehéz, tehát vannak olyan szituációk, amikor a családdal, a többi gyerekkel mennénk valahova, ahova Bálint igazából nem is élvezni, és nekünk is kicsit körülményes lenne ez a dolog. És akkor most, amit igénybe vettünk már tavaly, hogy nyáron egy ilyen hosszabb időszak, egy ilyen 1 hét 10 nap, hogy tényleg el tudjunk menni a többiekkel nyaralni. Bálint ikrek, vagy ikertes olyan, és 30. hétre születtek, tehát koraszülöttek voltak, és sajnos 3. nap agyvérzést kapott, tehát neki ez az alap probléma, tehát egészségesen született. És hát fejlődésben nem sokáig jutott el, tehát elég súlyos volt az agyvérzés. Ő nem tud járni, nem tud beszélni, de egy borzasztó kiegyensúlyozott jó gyerek, tehát ő sose sír, ő mindig jókedvű, élvezi a társaságot maga körül, szóval nagyon kiegyensúlyozott. És sokan vannak, akik ezt nem bírják feldolgozni, és akkor vagy elválnak a szülők sok helyen, vagy beadják valahol, tehát ez nem is volt kérdés nálunk. Szerintem az a legjobb, ha normálisan beszél az, akit ismertem eddig is, és barátként tekintett rám, hogy ugyanúgy beszélünk el a dolog, mint bármi másról. Tehát én látom sokszor, hogy például múltkor volt egy olyan eset, hogy utaztunk metrón a három gyerekkel, és egy család, egy dankóros kislányal utazott. És én néztem a kislányt, mondja, elsírom magam, néztem a kislányt, néztem a kislányt, hogy milyen aranyos, és akkor végén oda jött hozzám az édesapja, hogy én miért nézem az ő gyerekét. Tehát, hogy én úgy állok hozzá ezek a gyerekekhez, mint ahogy önök lennének. Viszont ő meg úgy értelmezte, hogy én azért nézem, mert hogy különböző, és hát ezt nem is akartam meg elmagyarázni, hogy én azért nézem, mert hogy az osztálytársak között is van, én is ismerem. Szerintem egy szülőnek az a jó, ha ugyanúgy megkérdezik, hogy mi van vele. Tehát, hogy amikor mit, sok pici gyerek, ugye oda jön, hogy miért ül ilyen nagyfű, és miért volt, akkor elmondja az ember. Tehát, hogy nem az van, hogy én megkérdezem mástól is, mert az a jó neki, ha normálisan beszélnek róla.